Legdrágább kincsünk a kutyagyerek. Az ember a legkülönbözőbb okok miatt szeretne egy kutyát, de az okok közül is kiemelkedik az, hogy csak úgy, minden különösebben fontos cél nélkül szeretnénk, hogy ott ugrándozzon a lakásunkba, legyen végre valaki, akivel érdemes törődnünk, és aki igazán törődik velünk. Szóval a családi kutyáról lesz szó, kimondottan leendő vagy gyakorló kutyabolondok számára. Senki ne gondolja, hogy az ember a kutyától lesz kutyabolond. Szó sincs erről. Ez vele született tulajdonság. Egyszer csak úgy előtör az emberből minden különösebb előzmény nélkül, és minden ápolás, gyógykezelés ellenére azzal végződik, hogy egy szép napon hazaállítunk a hónunk alatt egy kutyával. Egy gyakorló kutyabolond valamelyik állatmenhelyről szerzi be a kutyát, hogy segítsen a kitett, elhanyagolt jószágon. Ez nagyon üdvözlendő tett, ne féljünk attól, hogy az így beszerzettebb nem lesz olyan, mint az, amelyet kicsi korától magunk nevelünk fel. Sőt, a befogadott kutya kifejezetten hálás lesz, hogy végre jó helyre került, és rendszerint azzal sem kell bajlódni, hogy a szobatisztaság szerfelett kívánatos viselkedés mintázataira megtanítsuk. Néhány dologra azonban érdemes figyelni. Ne a külső forma, hanem a viselkedés alapján válasszuk meg társunkat. Kérjük meg az állatotthon munkatársait, hogy 3-4 gazdára váró jószágot egyszerre engedjenek ki, és figyeljük őket egy darabig. A menhelyi kutyák valószínűleg nagyon is tisztában vannak azzal, hogy innen ki lehet kerülni, mert egy jó szagú, kellemes viselkedésű leendő gazdihoz azonnal oda mennek, és közelebbről is szemrevételezik. Ha megtetszik nekik valaki, még lerázni is nehéz őket. Figyeljünk tehát arra, hogy melyik kutyus választ ki minket. Lehet persze, hogy egy szép, fajtiszta Doberman, vagy egy remek fogazatú, félelmetes kinézetű pitbull a gazdának jobban tetszik, mint az a kis bánatos korcs, aki szeretné őt örökbe fogadni, de ne dőljünk be a látszatnak. A keverék kutyának néha csak a lelke szép, de az a legfontosabb. Ha az egyenség a kutyával és az állat otthonnal is megköttetett, induljunk haza. A befogadott kutya kicsit ünnepélyes és nagyon-nagyon szófogadó. Az első napon. Lehet, hogy később is, de ez most mellékes. A kutyák az együttlét első napján tanulják meg, vésik agyukba, hogy az új helyen mit szabad és mit nem. Nagyon fontos tehát, hogy erről nekünk is legyen előre elképzelésünk. Ha az első napon megengedjük, hogy a kutya a fotelból nézze a televíziót, mondván még csak most jött, hadd legyen neki is egy kis öröme, majd holnap a helyére zavarjuk a konyhába, nagy hibát követünk el. A kutya ugyanis másnap úgy érzi, hogy durván megrövidítik. Ha tegnap még kényelmesen ülhetett, miért nem tehetné ma is? A kutyáknak igen fejlett a jogérzéke, ezért új családtagként minden módon megkísérli visszaszerezni az első napon megszerzett jogait. Tehát nagyon figyeljünk arra, mit szabad, de legalább ennyire arra is, hogy mit nem. Ha a kutya valami olyat tesz, amit hosszú távon nem szeretnénk, azt nagyon határozottan, felemelt hangon tiltsuk meg már az első alkalommal. A kutyák nevelésének, éppen úgy, mint a gyerekekének, legfontosabb eszköze a következetesség. Ami szabad, az mindig legyen az, ami tilos, az mindenkor maradjon tilalmas. A fegyelmezés akkor jó, ha pillanatszerű, egy perc múltán barátságosan jelezzük, hogy a felemelt hang vagy legyintés csupán arra a bizonyos dologra vonatkozik, amely az imént történt. A kutyáknak igen bonyolult, az emberéhez sok szempontból hasonló érzelmi élete van. Jól meg tudják különböztetni például azt, hogy véletlenül, figyelmetlenségből okozunk-e nekik fájdalmat, vagy szándékosan. Nagyon fontos nekik, hogy a gazdával kialakított jó viszonyuk töretlen maradjon. Amíg az ember érzelmi folyamatai igen-igen lassan változnak, legalábbis a kutyákéhoz képest, a kutyák igen gyorsan változtatják érzelmeiket. Tehát, ha megróljuk, megbüntetjük a kutyát, ez következetes és rövid aktus legyen. Egy-két perc múlva pedig biztosítanunk kell őt arról, hogy az alapvető érzelmeink nem változtak. Továbbra is ő a világ legaranyosabb kiskutyája,
és az az oldalbarúgás, amelyet azért kapott, mert felfalta az asztalon heverő rántott szeletet, kizárólag a torkosságnak, és csak is annak szólt. A kutyák érzelmi intelligenciája, mint említettem, igen fejlett, és megértik ezt. Gyors érzelmi reakcióik miatt semmi értelme például annak, hogy órákig haragszomrádot játszunk velük. Ezt nem értik meg, és rendszerint úgy könyvelik el, mint a gazda értelmetlen és kiszámíthatatlan haragját. A következetesen és gyorsan reagáló gazda kutyája viszont mindig pontosan tudja, ha valamit rosszul tett. A befogadott kutya gyorsan kötődik, és néhány nap múlva olyan lesz, mintha mindig mi neveltük volna. Ennek az is feltétele, hogy bőven mutassuk ki szeretetünket játékkal, dögönyözéssel, a megfelelő testrészek akargatásával. A kutyák minden beléjük fektetett érzelmet ennek arányába viszonoznak. Az az állat, amelyet napjában egyszer éppen csak megérintünk és általában elhanyagolunk, az bizony érzelmileg kiéhezett, depressziós, engedetlen, szerencsétlen állat lesz. A kutya egy szeretett persely. Amennyit apránként és naponta beleteszünk, annyit vehetünk belőle ki, apránként és naponta. Az utolsó jó tanácsom a rítusokra vonatkozik. Az ember is, a kutya is szereti a kiszámítható, előre megjósolható akciókat, ezért nagyon könnyű velük személyes rítusokat kialakítani, és az ilyenek nagyban könnyítik a velük való együttélést is. Tehát célszerű azonos időbe végezni a sétát, mindig ugyanakkor adni az ennivalót, vagy kezdeményezni a játékot. A kutyák még azt is pontosan megjegyzik, hogy milyen sorrendbe vesszük magunkra ruhadarabjainkat, és hogy a pórázt vagy a nyakörvet hozatjuk először. Imádják, ha minden nap ugyanúgy csinálhatják. Mindazokat a problémákat, amelyeket kimerítő és alapos tájékoztatás után is adódnának, a legjobb úgy megoldani, mintha egy 2-3 éves kisgyerekkel lenne dolgunk. Nálunk ez mindig bevált.